az első futókampány, amiben már most a picsük végére be lehet fektetni, és már többször hallottátok őket, különböző aspektusait mutatták be a rendkívül fontos szolgáltatásuknak, amiből megtanulhatjuk, hogy miért annyira fontos tudni azt, amiről eddig nem is sejtettük, hogy tudnunk kell, hogy mit eszünk, hogy milyen étrend kiegészítőt választunk. Biztos vagyok benne, hogy nap mint nap találkoztok azzal a problémával, vagy azzal a helyzettel, hogy valamilyen étrend kiegészítőt a C-vitamintól a magnéziumig, vagy bármi más éppen olyan a számítószert vásárolnátok, és tulajdonképpen nem tudjuk, hogy abban a drogériában vagy gyógyszertárban keresztük a polcot, és roskadoznak a polcok az ilyen étrendkiegészítőktől, tulajdonképpen melyiket is választjuk, és hogy ez miért fontos, hogy ezt tudjuk, ezt elmondja nekünk most Lapusnik Nóri, az IDA kampány egyik vezér alakja és alapítója. Parancsolja, Nóri! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az állandó tagokat és a jövőbeli állandó tagokat, és azt is, aki most csak benézett. Egy személyes történettel szeretném megint kezdeni. Sajnos a mai napon ketten is lemondták az interjút, amit szerettünk volna ebbe a pitchbe veletek közölni, és hát ez is ráébresztett arra, újra ráébresztett, hogy mennyire kiszámíthatatlan ez a mostani világ, tehát mennyire nehéz állandóan felkészülve lenni a minket várható váratlan eseményekre, és ez különösen igaz az egészségünkre. Tehát az egészségünk ugye a legértékesebb, és nagyon jó lenne, hogyha állandóan felkészülve lennénk a minket érő támadásokra. Ez különösen igaz természetesen a vírusokra, hiszen mindig újabb és újabb vírusok jönnek, azok mutálódnak, de bármilyen betegségre igaz ez. Tehát nagyon jó lenne, hogy rutinszerűen olyan életmódot folytassunk, hogy ne kelljen hirtelen túlzoltanunk. És a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy az emberek ideje az mekkora érték. És hogy hát ugye az idő pénz, de mi ebben szeretnénk segíteni az embereknek, hogy azt a rengeteg pénzt, amit étrendkiegészítőkre elköltenek, tehát évente 80 milliárd forintot csak Magyarországon, azt úgy költsék el, hogy az tényleg hatékony legyen, az tényleg segítsen nekik abban, hogy egészségesek maradjanak, és minél kevesebb időt kelljen tölteniük azzal, hogy ehhez szükséges információkat böngészszék, hiszen rengeteg tudományos információ rendelkezésünkre áll, de hát bizony napokat, heteket, hónapokat el lehetne tölteni ezeknek az elolvasásával, ahhoz, hogy megtudjuk azt, hogy egy egyszerű vitamin hat, nem hat, hogyan hat, mekkora mennyiség az, amit fogyasztanunk kell, és hogy a rendelkezésre álló 10-20-100 termék közül melyik az, ami nekünk a legjobban használni fog. Tehát ebben segít a mi alkalmazásunk, az IDA alkalmazás, hogy a rendelkezésre álló tudományos információkat mesterséges intelligencia segítségével feldolgozza, ezeket az információkat rendszerezi, összeköti, és olyan formában fogyaszthatóvá teszi a végső felhasználók számára, hogy ne kelljen rengeteg időt eltölteni azzal, hogy tudatosan dönteni tudjunk abban, hogy melyik étrend kiegészítő a számunkra legalkalmasabb. A versenytársakról eddig viszonylag keveset beszéltem, ezért azt gondoltam, hogy akkor most erről talán egy kicsit több szót lenne érdemes ejteni. Tehát az USA-ban vannak az examine.com meg a TRC, ahol kimondottan a tudományos információkkal foglalkoznak, amik az egyes hatóanyagokra, étrendkiegészítőkben, gyógynövényekben található hatóanyagokra vonatkoznak, de ezek nagyon olvasmányos információk. Ha valaki egy mobil alkalmazáson szeretné gyorsan megnézni és eldönteni, hogy melyik termék alkalmas az ő számára, akkor hát Európában a Yuka és a Labdor között választhat, de ezek
kozmetikumokra és táplálékokra vonatkoznak, és igazából csak a címkeinformációt dolgozzák fel, amit mi is megteszünk, de a tudományos információkat, a hatóanyagokra vonatkozó tudományos információkat ezek nem tartalmazzák, nem közdik. Tehát igazából a kettőnek az összehangolásából született a Naturáida alkalmazás, ami egy olyan intuitív user felülettel áll rendelkezésre, hogy azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos létező űrt tölt be. Ugye a vásárlóink, illetve a fogyasztók számára egyértelmű, hogy ez miért egy gyors segítség. Igaz, hogy őket még egy kicsit edukálni kell arra, hogy fontos legyen számukra, hogy tudatosan döntsenek, és hogy olyan termékre költsék a pénzüket, ami tényleg segíteni fog. A kereskedőknél viszont, hát különösen most a járvány alatt iszonyatosan felerősödött az igény rá, hogy gyorsan ki tudják szolgálni a vevőiket, és megfelelő szakmai támogatást tudjanak nyújtani tudományos háttér nélkül. A gyártóknak pedig ez egy kiváló lehetőség arra, hogy kommunikálják azt, hogy az mi adatbázisunkba bekerülő termékek, amiket különféle módokon rangsorolunk, azok megkülönböztethetőek legyenek a kevésbé jó minőségű, vagy kevésbé tudományosan is alátámaszthatóan ható termékektől. És természetesen, akik az egészségügyben dolgoznak, dietetikusok, orvosok, természetgyógyászok, nekik is nagyon jó a gyors segítség abban, hogy eligazodjanak a különféle étrendkiegészítők ezek egymásra gyakorolt hatása és káros hatásai között. A partnereink ugye nagyon fontosak, tehát fontos, hogy a hatóságokkal és a megfelelő érdekszervezetekkel is együttműködjünk, illetve rengeteg gyártóval, kereskedővel felvettük a kapcsolatot. Az iClinic-kel nagyon remélem, hogy majd személyesen is fogtok találkozni, ez egy különleges partnerünk, mert ők most vezetnek be Magyarországon egy telehealth rendszert, tehát egy online orvos kereső rendszerről van szó. Ezen a platformon pedig nem csak orvosokat, hanem a különféle egészségügyi problémára alkalmas étrendkiegészítőket is meg lehet majd találni, és így a gyártók, akiket mi becsatornázunk erre a platformra, felénk egy belépési díjat és egy utalékot fognak fizetni. Ebben elég komoly hitünk van, tehát ez azt gondoljuk, hogy nagyon jól fog működni. Most pont olvastam egy cikket, hogy a telehealth ipari szektor most a járvány után ilyen hát több ezer százalékkal nő, tehát ebbe az iparba való befektetés az tényleg egy jövőt álló befektetés. A csapatból ugye találkozhattatok már a dr. Polgár Tímával, aki egy gyógyszerkutató, ugye az ő fejéből patant ki ez az egész ötlet, de volt már itt Hajdú Zsanett, aki szintén egy komoly háttérrel rendelkező tudós. Én ugye Lapusnyik Nóra közgazdász vagyok. Molnár Roland nemrég csatlakozott, ő egy nagyon jó fejlesztő, de van ugye amerikai fejlesztőnk, az Ihan, a Fekete János az adatbázisnak a mestere, Alex Allardyce, ő a tudományos marketingben komoly tapasztalata, és Horváth Péter, a harmadik alapítótag, ő pedig az értékesítésben szerzett komoly tapasztalatot, és hát azért vagyunk itt, mert nagyon szeretnénk tőkét gyűjteni, mégpedig ahhoz, hogy az értékesítésünket egy kicsit felturbozzuk, sokkal több felhasználóhoz szeretnénk eljutni, illetve hát a fejlesztésre is szeretnénk többet költeni. A user experience-et szeretnénk nagyon magas fokra fejleszteni, mert ez különösen fontos akkor, amikor bonyolult információkat próbálunk fogyaszthatóan tálalni. És hát miért fektes az IDA-ba? Ugye ezt mindig el szoktam mondani, ez egy olyan ipari szektora, ahová érdemes befektetni. Emellett ugye az első 100 részvényes kap tőlünk egy ilyen tréninget, ami segíteni fogja őt abban, hogy mire figyeljen, amikor étrendkiegészítőt választ. A legnagyobb öt befektető pedig egy személyes konzultációt kap, aminek során a személyes mikrobiom és genetikai állomány analízise alapján egy személyre szóló táplálkozási tanácscsomagot fogunk összeállítani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!